Yeah.
Végzősei. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is valami, ha valaki ember tud lenni. Jobbágy B. Hungvári Sára és a 8. A osztály. Bárándi Gergő, Barkó Dániel György, Bató Adrián Mihály, Fehér András Bence, Gebei Ervin, Györfi István, Horváth Elizabeth Andrea, Kis Mónika, Kis Noémi, Kocsis Lilianna Mirjam, Kökény Róbert, Kökény Zsolt, Nagy Pál, Rápolti Viktória, Szabó Antónia Virág, Szecsei Petra, Tóth Norbert Gábor, Tóth Tímea Edit. A 8. B osztály osztályfőnöke Dorkovics Ágnes tanárnő és az osztály Bernát Ibolya, Bézi Ádám, Ficere Gergő, Greskú Regina, Györfi Imre, Györfi Rihárd, Hunyadi Henrietta, Kovács Emese, Kovács Gergő, Lakatos Adrián Zsolt, Madar Krisztián Áron,
Nagy Szabolcs, Oszlánci Mónika, Pergemárk Krisztián, Ragály Mihály, Sós Judit, Szűcs István, Tóth Fanni Laura, Tóth Nadin Ildikó, Tóth Komlósi Viktória, Tressz Leila, Varga Marcell, Varga Petra, Varga Róbert, Vince Ádám, Nagy Adriána Vanessa. Szeretettel köszöntöm a Kovács Mihály Tagiskola búcsúzó nyolcadikosait, a kedves szülőket, rokonokat, iskolánk diákjait, minden megjelent vendéget a 2016-2017-es tanév ballagási ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm Török Csilla, Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyetteseket. Trapánné Pap Ágnes tagintézményvezető. Lacik Dénesnét, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület elnökét és helyettesét Éri Orsolyát. Keléné Kállai Erzsébetet, a Szülői Munkaközösség elnökét és helyettesét Törőcsik Juditot, valamint a médiák képviselőit. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Pécsis Éva, csak ennyi. Amit ma megtehetsz, kevés. Mégse haladsz el holnapig. Részekből teljesül az egész, nagy szívvel tedd meg a kicsit. Amit ma eltehetsz se sok, nincsenek garasos csodák. De valaki örülni fog még ennek is, hát tart tovább. Ezer szóból csak egy igaz. És sok beszéd elrejtheti. Ha rábukkannál, melyik az, ne tét tovább kiejteni. Naponta csak egy lépés lehet, hogy messzi célodat elérd. De ne csüggedj, aki szeret, ugyanígy elindul feléd. Pécsis Éva, csak ennyi című versét Molnár Ivó a 7. B-osztályos tanuló tolmácsolásában hallhatták. A ballagók nevében Varga Petra, 8. B-osztályos tanuló búcsúzik. Tisztelt tanáraink, kedves szülők, vendégek, és nem utolsó sorban ti, diáktársaink. Az ember életében teljesen természetesen, előre meghatározott,
olykor már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai. Egy ilyen ünnepi alkalomnak vagyunk részesei most is. Hiszen nem csupán egymástól, az iskolától, tanárainktól, itt maradó diáktársainktól veszünk búcsút. Búcsúzunk az eddigi életünktől, bizonyos értelemben eddigi önmagunktól is. Habár ma visszatekintünk minden szép, közös emlékre, egyben előre is tekintünk a jövőnk és a céljaink felé. A héten minden nap már egy kicsit búcsúzva jöttem be az iskola kapuján. Elmeregtem egy-egy tárgyon, nézegettem az iskolát, és rengeteg emlék öntött el. 8 évvel ezelőtt, amikor először léptünk be ide, nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elrepülnek az általános iskolás éveink. És hogy mennyi minden történt az évek alatt, felsorolni is lehetetlenség. A jó hangulatú órák, szünetek, felejthetetlen iskolai és erdei táborok, osztály kirándulások. De volt néhány apró vicces csintevés is, amire mai napig tisztán emlékszünk. Összetartó csapat volt. Bármikor bizalommal fordulhatunk egymáshoz, legyen szó a titkok megtartásáról, és ezt csak halkan mondom, a szünetben lemásolandó házi feladatokról. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más tanulótársak között, az ismeretemben kezdjük. Nem lesznek velünk a régió barátaink, segítőkész tanáraink, osztályfőnökeink. Nem mehetünk a szünetben fiatalabb diáktársainkhoz történeteket mesélni. De bizonyára helyettesíteni fogja hiányunkat rendő iskolánkban az újabb környezet, és ezzel együtt az új osztálytársak, tanárok is. Ennek ellenére nem feledjük az itt eltöltött 8 éve, az iskola padjait, tanterveit, a csengőszót és az évekhez köthető rengeteg szép emléket. Iskolatársai, elsősorban tőletek búcsúzom. Köszönjük, hogy ma a kedvünkért ünneplőbe öltöztettétek az iskolát, virágokkal díszítettétek az emlékekkel teli tantermeket. Kedves hetedikesek! Amikor átveszitek iskolánk zászlaját, bizonyára arra gondoltok, hogy milyen jó, hiszen ti lesztek legidősebb tanulója az iskolának. Higgyétek el, gyorsan el fog telni ez az egy év. 8. tanulmányaitokhoz sok sikert kívánok. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és ha elsétáltok tablóink alatt, visszaemlékeztek majd a közös nevetésekre, egy-egy történetre és a vidám pillanatokra. Búcsúzunk tanárainktól. Szeretnénk megköszönni a támogatást, a segítséget, az iránymutatást, és azt a rengeteg tudást, amelyre következetes noszogatásunk nélkül talán sosem tehetünk volna szert. Hálásak vagyunk a bátorító, segítő szavakért, amelyeket mindig megkaptunk, ha segítségre volt szükségünk. Osztályfőnökeink, Sassi néni és Ági néni. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. Köszönetet kell mondanom a magam és diáktársaim nevében a sok türelmért és segítő fáradozásért, amit érvényesítettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átfizkolt versenyeken és a pályaválasztás időszakában is. Szokás mondani, hogy az idő megszépíti az emlékeket. Bízunk benne, hogy ez most is így fog történni. Hogy elfelejtik a bosszúságokat, tiszteletlen viselkedést, és csak a szép emlékek maradnak meg emlékezetükben. Drága szüleink, köszönettel tartozunk nektek, amiért ti mindig mellettünk álltatok. Támogattatok és biztattatok bennünket annak ellenére, hogy nem mindig érdemeltük meg. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittetek bennünk, lelket öntöttetek belénk, ha valami nem úgy sikerült, ahogyan terveztük. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel a jövőben mindezt meghálálni nektek. A mai nap számotokra is egy mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárult egy szakasz.
A félénk cseszűbotló kisgyermekekből középiskolás lesz, és még nagyobb feladatok állnak előttük. Már nem foghatjátok kezünket, de tudjuk, hogy szeretetetek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Végül pedig, kedves ballagú diáktársaim, osztálytársaim, barátok! Kívánom, hogy teljesüljenek álmaitok, sikerüljön véghezvénetek kitűzött céljaitokat. Most mindannyian nagy kihívás előtt állunk, hiszen számot kell adnunk eddigi tanulmányainkról. Azonban ez a nap még legyen az ünneplési és az emlékezési. Köszönöm a rengeteg élményt, amit veletek együtt élhettem meg. Remélem, hogy a köztünk lévő kapocs az elválás ellenére is megmarad, és hogy sok-sok év múlva is jó szívvel fogunk visszagondolni az együtt eltöltött élményekkel teli évekre. További tanulmányaitokhoz sok sikert kívánok. Alfred Camus szavaival búcsúzom. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember. A tanulóifjúságot képviselve Ferenczi Máté 7. B-osztályos tanuló köszön el a végzős diáktársaktól. Kedves ballagó 8-osok! 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában, eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. 6 évesen jöttetek ebbe az iskolába, egy új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betű és számok birodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. De ne feledjétek, nem csak a tananyagokat tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittetek nekik, lehet, hogy sokszor haragudtatok rájuk, most talán úgy érzitek, megszabadultuk tőlük, de egy év múlva már szeretettel gondoltuk rájuk, mert rájöttök, hogy mindent, amit tettek, értetek tették. Búcsúzunk most tőletek, mi, 7-esek is. Hát itt hagytok minket. A búcsú nagyon fontos, különösen azoknak, akik maradnak. Az is lehet, hogy ti talán vissza se néztek, amikor kiléptek a zenépület falainak kapuján. Hiszen a valóságban a búcsúzáskor soha nincs filmzene, nincsenek lelassított mozdulatok és jól megfogalmazott mondatok. Csak kapkodás, zűrzavar, folytogató gombóc a torokban, és az érzés, hogy mindjárt véget ér minden. Olyan nehéz elmenni egész addig, amíg az ember el nem megy. Mert utána ennél könnyebb dolog már nincs is a világon. De elmenni akkor is nehéz, ha az ember egyébként akarja a dolgot. Irigyellek, és féltelek titeket egyben, hiszen olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, amiknek vagy meg tudtok felelni, vagy nem. Szomorúan gondolok arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követtek el együtt diákcsínyeket, másoknak meséltek tanulságos történet. Reményik Sándor szavaival élve, elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyünk se húr, szívünk se fáj, idegen vagy az elfagyott fáj, hogy eltemettük, róla nem tudunk, s mindig, mégis mondom nektek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A nevelőtestület nevében a 8. B-osztály osztályfőnöke, Dorkovics Ágnes tanárnő szól a ballagókhoz. Tisztelt ünneplők, kedves szülők, kollégák! Összegyűltünk, szép ruhát öltöttünk, hogy ezekre a búcsúzó kifiakra figyeljünk, kilépve kicsit a hétköznapok egyhangúságából. Összegyűltünk, hogy ünnepeljük őket abból az alkalomból, hogy általános iskolai éveik végéhez értek.
Összegyűltünk azért is, mert nem csak ők, hanem velük együtt mi is elértük életünk egy szakaszának a végéhez. És ilyenkor úgy szokás, hogy ünneplünk és számot vetünk. Örülünk és meghatódunk. Kedves szülők és kollégák! Az, hogy ezek a fiatalok most itt állhatnak életük egy újabb szakasza előtt, nem csak az ő érdemük, kellett hozzá a szülők, a pedagógusok, gondoskodó szeretete, biztatása, odaadása, áldozat készsége is. Köszönet ezért mindenkinek! Kedves ballagó diákok! Fontos volt számunkra, pedagógusok számára, hogy életeteknek ezekben a fogékony esztendeiben mellétek szegődhettünk és kísérhettünk titeket. Remélem, hogy azok az értékek, amelyek szerint igyekeztünk benneteket nevelni, számotokra is fontosak lettek, és talán segítséget adnak később. Ilyen alkalmakkor mindig elfog a kétség bennünket, nevelőket, jól használtuk-e fel a rendelkezésünkre álló időt, és mindennel felvérteztünk-e titeket, amire a későbbiekben szükségetek lehet. Bízunk abban, hogy igen. Most egy védett helyről indultok egy másik, kevésbé védett világba. Erre készültök régóta. Ifjú embernek lenni jó, mert nagyobb önállósággal jár, nagyobb függetlenséget ad. De egyben nehéz is, mert a minket körülvevő világban túl nagy a szabadság, ami bedarálhat, elbizonytalaníthat. És erős a kísértés is, hogy ne a küzdelmes, de boldogító, hanem a pillanatnyi örömöket adó utat választátok. Kellene kapaszkodó, ha nem találjátok meg, vagy elveszítenétek a jó irányt. Ezért is igyekeztünk közösségivé nevelni titeket. Bízunk benne, hogy megéreztétek, méltó emberi életet csak szép emberi kapcsolatokkal lehet élni. Olyan közösségben, ami biztonságot ad és kiteljesít. Most elérkeztetek itteni tanulmányaitok végéhez. Ahogy egy középkori bölcselő mondta, a vég a kezdetnek az ösvénye. Menjetek, és kezdjetek az újból. Ne féljetek a vetélkedéstől, az önérvényesítéstől, a győzelemtől. Legyetek vetélkedők, önérvényesítők és győztesek. De sose felejtsétek el, hogy a vetélkedés, önérvényesítés és a győzelem nem cél, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy magatokban és másokban meglássátok az erőt, a jót, az értéket, a szerethetőt. Menjetek, legyetek erősek, szerezzetek tapasztalatokat, és ne felejtsétek, hogy mindez csak akkor ér valamit, ha azt nem magatoknak tartjátok meg. Azt se felejtjétek, hogy csak azt teljesedhet ki, aki tartozik valahová. Kedves ballagó, vár rátok a jövő, tele meglepetésekkel. Lépjetek be az ajtaján. George Crack, angol költő, megadta a kulcsot is hozzá. A játszma nincs elveszve, amíg meg nem nyertük. A búcsúzó nyolcadikosok ajándékot adnak át az iskolának. Az ajándékot átadja Szabó Antónia Virág, 8. A-osztályos tanuló. Az ajándékot átveszi Bakó Kevin, 7. A-osztályos tanuló. A búcsúzó 8. nevében nyújtom át hozzájárulásunkat a Kovácsos Gyerekekért Egyesületnek. Fogadjátok olyan szeretettel, mint ahogyan mi adjuk. Éljetek vele okosan, és őrizzetek meg bennünket jó emlékezetetekben. Az adományt iskolatársaim nevében köszönöm. Ígérem, hasznos és nemes célokra fordítjuk. Az iskola zászlajára emlékszalagot kötnek a ballagók.
Felkérem Greskú Regina 8. B és Kis Mónika 8. A osztályos tanulókat a szalag felkötésére. A ballagó 8-osok nevében felkötjük a szalagot az iskola zászlajára. Választott idézetünk szolgáljon nektek is útigradó ugyanán. Senkinek sem kötelesség, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Iskolánk zászlaját átadja Kökény Róbert, Nagy Pál 8. A osztályos zászlótartó, Pressz Leila és Sós Judit 8. B osztályos tanuló, átveszik Ferenci Sára 7. B osztályos tanuló, Faragó Herrietta, Szilvási Norbert zászlótartó 7. B, Ferenci Dóra 7. A osztályos tanuló. Ballagó 8. osztályos társaim nevében adom át iskolánk zászlaját. Kérem, őrizzétek, és minden erőtökkel azon legyetek, minél több megbecsülést szerezzetek iskolán. Társaim és magam nevében ígérem, hogy minden cselekedetünkkel azon leszünk, hogy elődeinkhez méltók legyünk, tanulásban, sportban és magatartásban egyaránt iskolánk zászlajának becsületét igyekszünk szolgálni. Hagyományainkhoz híven elismeréseket, jutalmakat kapnak a 8 éven át kiemelkedő teljesítménynyújtó tanulók. Kedves vendégek, kedves ballagó diákok! Iskolánk életében szép hagyomány, hogy a nevelőtestület minden évben azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik kimagasló eredményeket értek el 8 éven át, iskoláért plakettet adományoz. Az emlékplakett átadására felkérem Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettest. ...1990-ben alapított iskoláért plakett Györfi Lajos szobrászművész iskolánk volt tanítványának alkotása. Ebben az évben iskoláért plakett kitüntetésben részesül Varga Petra, kiemelkedő forgalmáért, 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményeért, énekkari munkájáért, iskolai és városi rendezvényeken való szerepléseiért, tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményeiért, közösségi munkájáért, melyet nem csak az osztályában végzett, hanem 2 éven át iskolai diákönkormányzati vezetőként is. Díszoklevelet vehet át az a tanuló, aki 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Megkérem az átadására Török Csilla intézményvezetőt. Helyettes. Ebben az évben díszoklevelet Varga Petra, 8. B osztályos tanuló vehet át. Felkérem a további jutalmak átadására Krappáné Pap Ágnes tagintézményvezetőt, Lévainé Kovács Róza és Török Csilla intézményvezető helyetteseket. A könyvjutalomban részesülő diákokat itt kérem meg, hogy ünnepségük után fáradjanak be a helyettes irodába az átvételi elismervények aláírására. Jeles tanulmányeredményért elismerésben részesül Horváth Elizabeth Andrea,
8. A. Magatartásáért, forgalmáért, 8 éven át tartó jeles tanulmányi eredményéért. Hunyadi Henrietta, 8. B. Magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmány eredményéért, fizikaköri munkájáért. Grescu Regina, 8. B. Magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmány eredményéért, fizikaköri és énekkari munkájáért, szerepléseiért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért. Kovács Gergő, 8. B. Magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmány eredményéért, közösségi munkájáért. Sós Judit, 8. B. Magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért, a városi zenei műsorokban való színvonalas részvételéért, szerepléseiért. Tanulmányi és sportversenyeken nyújtott teljesítményükért, szakköri tevékenységükért, a közösségért végzett munkájukért jutalomban részesülnek. Barkó Dániel, 8. A. Kiemelkedő sportteljesítményeiért, ünnepségeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Bató Adrián, 8. A. Kiemelkedő sportteljesítményeiért, ünnepségeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Kis Mónika, 8. A. Kiemelkedő sportteljesítményeiért, ünnepségeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Kökény Róbert, 8. A. Tanulmányi munkájáért, ünnepségeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Nagy Pál, 8. A. Ünnepségeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért, szorgalmáért. Szabó Antónia Virág, 8. A.
kiemelkedő sportteljesítményeiért, ünnepségeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Bernát Ibolya 8. B. Aktív sportmunkájáért, énekkari munkájáért, iskolai, városi rendezvényeken való közreműködéséért, rajzpályázatokon és biológia versenyeken nyújtott színvonalas teljesítményéért, közösségi munkájáért. Györfi Imre 8. B. A KSE-ben, a DSE-ben nyújtott színvonalas sportteljesítményeiért, az iskolai rendezvényeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Györfi Rihárd, 8. B. Fizika köri munkájáért és a közösségben való tevékenységéért, szerepléseiért. Nagy Szabolcs, 8. B. Az iskolai rendezvényeken való szerepléseiért, közösségi munkájáért. Ragályi Mihály, 8. B. Biológia szakköri és fizika köri munkájáért, a közösségért végzett tevékenységéért, szerepléseiért. Kressz Leila, 8. B. Négy éves biológia szakköri munkájáért, szerepléseiért. Varga Marcell, 8. B. Az országos Fizika Plusz versenyen elért 9. helyezéséért. Vince Ádám, 8. B. Négy éves biológia szakköri munkájáért, az iskolai rendezvényeken való szerepléseiért, a közösségért végzett tevékenységéért. Tóth Fanni Laura, 8. B. Fizika köri munkájáért, az iskolai rendezvényeken való szerepléseiért, a közösségért végzett tevékenységéért. Oklevélben részesülnek Berge Márk, 8. B. A KSE kézilabda szakosztályában és a DSE futball szakkörében nyújtott teljesítményéért, valamint az iskolai ünnepségeken való szerepléseiért. Varga Róbert, 8. B. A
KS-ek kézilabda szakosztályában nyújtott teljesítményéért. Köszönöm szépen igazgató helyettes asszonyoknak és tagintézményvezetőnknek a díjak átadását. Ez alkalommal szeretnénk tisztelettel és szeretettel megköszönni a szülőknek, iskolánk és nevelőtestületünk felé mutatott bizalmát és az oktató munkánkhoz nyújtott támogatást. Felkérem Krappáné Papágnes tagintézményvezető asszony, köszöntse a szülőket! A 8. A osztály szülői közösségének meghatározó tagját, Beleznai Tímeát. És a 8. B osztály szülői munkaközösségének vezetőjét, Garai Szilviát. Hallgassák meg a búcsúzó nyolcadikosokat köszöntő táviratokat. Dr. Fazekas Sándor, földművelősügyi miniszter úr, térségünk országgyűlési képviselője a következő sorokat írta. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézménye ballagási ünnepségén tisztelettel köszöntöm az intézményvezetőket, a búcsúzó diákokat és osztályfőnökeiket, a kedves szülőket, rokonokat, barátokat, az iskola tanárait, munkatársait, tanulóit és a jeles nap minden meghívottját. Kívánom, hogy az ismeretek mellett kísérje végig útjukon a ballagó diákokat mindaz a sok jó, amelyet a Kovács Mihály Általános Iskola tanáraitól és a diáktársaktól kaptak. Üdvözlettel, dr. Fazekas Sándor! Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy értsd a szót, olvasd az írást. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba húj. Kedves ballagó diákok! Karcagváros önkormányzata és hivatala nevében ballagási ünnepségetek alkalmából ezúton szívből gratulálok. Eljött számotokra a búcsú ideje az iskolától. További tanulmányaitokhoz sok sikert, magánéletetekhez sok boldogságot kívánok. Üdvözlettel, Dobos László polgármester! Ballagásotok alkalmából szeretettel köszöntelek benneteket, kívánom, hogy a mai nap boldogsága kísérje életeteket. További életutatokhoz örömet, boldogságot, szép, alkotó éveket kívánok. Szeretettel, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. Kedves gyerekek, a Karcagvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megkapta a ballagási meghívótokat. Elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni a ballagásotokon, de messze távolból küldöm nektek nagy szeretettel ezt a szép idézetet. Mindenki képes elérni célokat. Ne hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor szeretnétek valóra váltani egy álmot. Végül használjátok ki, hogy fiatalok vagytok. Akkor is ragaszkodjatok álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik. Varga István, elnök. A Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és tanulóifjúsága nevében szívből köszöntelek benneteket ezen a jeles napon. Kívánom, hogy a mai nap öröme kísérje végig életeteket, középiskolai tanulmányaitokhoz kitartást, szép eredményeket és jó egészséget kívánok. Gyökeres Sándor igazgató. Kedves ballagó diákok! Ballagásotok alkalmából a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakközépiskola dolgozói és tanulói ifjúsága nevében szeretettel gratulálok.
Kívánjuk, hogy a most elballagó diákok eredményesen és sikeresen éljenek azzal a tudással, melyet az elmúlt években iskolájukban szereztek. Dr. Nagyné Serfőző Éva az intézmény képviselője. Gratulálunk a végzős diákoknak, további tanulmányaikhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk. Dr. Vas Éva, Dr. Bite László iskolaorvosok, Kovács Nikoletta Zagyváni Egri tündevédőnő. A búcsú szerenád alkalmával kerültek ismertetésre az alábbi intézmények gratulációi. Arany János Általános Iskola, Györfi István Katolikus Általános Iskola, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, Kádas György Egymé Karcagi Tagintézménye, Kályani Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye, Szent Pál Marista Általános Iskola, Madarász Imre Egyesített Óvoda, Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium. A 8. osztályos osztályfőnökök jelképes útjukra bocsátják a végzős diákjaikat. Mindig legyen előtted út, fújjon a szél a hátad mögül, arcodat melegen süsse a nap, földedet öntözze lágy eső, és mindaddig, amíg nem találkozunk, hordozzon az Isten a tenyerén. Ballagási ünnepségünk a vége felé közeledik, de még mielőtt véget érne, kedves ballagó diákjaink, fogadjátok szeretettel a tantestület búcsú ajándékát, ezzel kívánunk nektek jó utat, vigyázzatok magatokra! Amen.
vallagási ünnepségünk véget ért. Kérjük vendégeinket, hogy amíg a vallagó diákok elvonulnak, maradjanak a helyeiken.